Ha megengedik, elkezdenünk átadni a díjakat. Először a résztvevők kapnak egy emléklapot, hogy itt voltak ezen a versenyen. Azt szeretném kérni, hogy ide jöjjenek ki előre, és a kollégám fogja adni. Hát jó. Kíriák Jánosné. Lehet tapsolni. Kúriák. Földesiné Irmalos Erzsébet. Tekintel a dugot. Keresztesi Jánosné Lida Alkács nyugdíjas kül. Mindjárt bekapcsolom, könnyebben megy, igen. Tóalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Színásimi B. Márta. Palkó Sándorné, Lila Alkács Nyugdíjas Klub. Rózsa Jánosné, Lila Alkács Nyugdíjas Klub. Somogyi Andrásné, Lila Alkács Nyugdíjas Klub. Herceg Sándorné, Lila Alkács Nyugdíjas Klub. Muhácsiné Keresztesi Zsuzsanna. Mondok Dóra. Lázár Mártonné Magdus néni. Tótné Major Renáta. Mesevár óvoda szülői munkaközösség. Ivánkó Szabó Zsuzsanna. Minden bele, hatos. Langó Zsuzsanna. Keresztesi Magdolna. Nemesvárologa. Baranginé Cseh Terézia. Fogl család. Sasné Jakab Erika. Bodor Károly és Bodor Tímea. Polgárőr Egyesület Tóalmás. Szűcs Kozma Mária Marietta. Süti Manók, Dognai Réka, Lágó Panna, Boszorkánykonyha hivatal dolgozói, Bódi Lászlóné és csapata, Jakab Sándorné,
Végné Kovács Krisztina. Tessék jönni! Végné. Zombor Lászlóné. Koncsor Lászlóné. Harmadik, ötödik osztály csapata. Vállalkozók Egyesülete. Hajtamenti Vadásztársaság Tóalmás. Róma Nemzetiségi Önkormányzat. Ali csapata. Családi Bögre csapat. Ifjúsági Kolping csapat. Nagykátai Malackodók. Nagykáta Tápió Bicske baráti kör. A következőkben Dózsa György kollégám, a szabadtűzi lovagrend ceremónia mestere átadja a szakmai totó eredményeit. Kedves vendégeim, ez a szakmai totó azért lett készítve, hogy egy kicsit a gasztronómiai kultúrát fejlesszük, és olyan dolgokra is fényderítsünk, ami a köztudatban nagyon nem terjed el. Örömünkre szolgálod, nagyon szép eredményeket értünk el, de értek el, aki kitöltötte a totó szelvényeket. Sajnos, aki a totó szelvényeket összeállította, itt kéne ugyan lenni, de betegség miatt nincs, de helyette felesége fogja átadni önöknek. Harmadik helyezett a harmadik, ötödik osztály. Második helyezett a Jobbik csapata. És kiemelkedő eredményt értek el, a maximális pontot majdnem megközelítette, a Kolping család. Rátérünk a sütemények értékelésére. Hát nagyon finom volt, és nagyon jó a szervezés, hogy hűtőbe került a dolog, és nem károsodott semmi. Az almás sütemények sütőversenyén külön díjban részesül, ami egy fali óra. Jankovics Jánosné, Lila Akász nyugdíjas klub. Másik külön díj, amit zsűritársunk, ki fogjuk javítani, elnézést, amit zsűritársunk kollégánk ajánlott föl, egy nagy vödör mézet, szintén külön díjat ért el, Bódi László és csapata.
még mindig mézet adunk. Ez már egy komolyabb, de van még egy kisebb, nem? Az menjen ki elő. Igen. Szintén mézes csomag, Végné Kovács Krisztina. Most jön újra Különdi méz és oklevél. Palkó Lászlóné, Lila Akács nyugdíj. Palkó Sándorné, Lila Akács nyugdíjas klub. Még egy külön díjunk van, az első, második, harmadik helyezés előtt. Ez pedig a nem más, mint a Szabadtűzi Lovagrend külön díja. A sütemények kategóriájában a népi gasztronómiai hagyományok ápolásáért. Ez pedig a Tóalmási Öte kapja. Elértünk a dobogós helyezésekhez. Harmadik helyet kap, ami keretén belül egy oklevelet, egy kupát, és a Kurunci úr által felajánlott húscsomagot. Zombor László. Második helyezett egy kicsit nagyobb kupa, szintén oklevél, kupa és a húscsomagcsarnok ajándéka, Polgárőr Egyesület Tóalmás. Hát, kell egy első helyezettnek is lenni, ha már idáig eljutottunk. Igen, ki legyen? Ugyanaz a díja, kupa, kolbász, csomag és oklevél, Bodor Károly és Bodor Tímea. Köszönöm, mindjárt áttérünk a főzésre. A főzésben szintén hátulról kezdjük. Külön díjat a Tóalmási Húscsarnok Kft. Által felajánlott kupát és oklevelet kap a Tóalmási Öte. Van még egy külön díjunk, ugyanaz a kategória, őt pedig kapja a nagykátai malackodók. Szintén külön díj, kupa és oklevél. Lila Akács nyugdíjas klub. Szabadtűzi Lovagrend ételkategóriában a népi gasztronómiai hagyományok ápolásáért és a nemzetközi konyha elterjesztéséért külön díjat ad Ali csapatának. A dobogós helyezettek ugyanúgy kerülnek. A
harmadik helyezett kap egy kupát, egy oklevelet és egy húscsomagot a Húscsarnok Kft. Jóvoltából. Ez pedig a Jobbik. Második helyezést ért el, szintén kupa, oklevél és húscsomag. Tóalmási Kolping csapat. Köszönöm szépen, elfelejtettem valamit? Tessék? Elfelejtettem valamit? Mindenki megkapta? Jó? Szintén csomag, oklevél és serleg, nem más, mint... Valamint meghívás a szabadtűzi lovagrend által szervezett hadikonyha, szemle és főzelék vörsörőző versenyre versenyzőként. Nem kell nevezési díjat fizetni, az úti költséget meg majd csak kigazdálkodják valahol, mert a strandnak a túlsó felén lesz, úgyhogy... és ez pedig nem más, mint nem tudom elolvasni. Bódi László! Bódi László! Bódi László! Vagyok! És bebizonyították a versenyzők, hogy egyszerű ételekkel is lehet nyerni, és egyszerű ételekben is lehet jót csinálni. Ha valaki sokat markol és keveset fog, az magával szúr ki. Én köszönöm még egyszer, hogy itt lehettem, és további jó szórakozást kívánok! Laci. Még egyszer, mert nem álltok a helyet. Én.